falvak, kistelepülések. Az elmúlt időszakban nagyon sokan beszéltek arról, hogy akár Budapest, akár a nagyvárosok milyen elvonásokkal szembesültek, és milyen nehéz helyzetbe kerültek. Most azt gondolom, hogy fontos beszélni a falvakról is, hiszen az ő esetükben ezek az elvonások ugyancsak megjelentek, és a hatáskörcsökkentés, és ráadásul az ő lehetőségeik aztán végképp korlátozottak, tehát mindenképpen változtatni kellene ezen, és további lehetőségeket kellene biztosítani e települések számára. Például a körmendi körzetben 127 település található, ezek között nagyon sok a falu, és rengeteg kis település, sőt, még apró falvak is szép számmal akadnak, nekik is segíteni kellene, akár pályázatok vonatkozásában is, hiszen sokszor fordul az elő, hogy igyekszik előteremteni az önrészt az adott település vezetése, de aztán érkezik egy magas árajánlat, és így a további önerőt azt már nem tudják előteremteni, és nagyon fontos fejlesztések maradnak el. Tehát ezt is mérlegelni kellene akkor, amikor a vidéki Magyarország fellendítési lehetőségeiről és a falvakban, kistelepüléseken élőknek az életminőségéről beszélünk, és annak javításáról.